A második fontos, a nyelveken szólás. Szintén kedvenc témája, mind a kettő látjátok, az előző és az a új nyelveken való szólás is. Nagyon kedvence némelyeknek, hogy kicsupolják, kigonyolják, démonizálják, káromolják de mi hiszünk Istenek a dolgaiban, hogy ez egy olyan fontos imádkozó nyelv, olyan kommunikációs eszköz, amely Isten kegyelmének az ajándékából jön létre, amikor az emberek a názati Jézus Krisztusban a Szent Szellem által alámerítkeznek, hogy a szellemük megkapja ezt a ajándékot és a szellemükkel tudnak kommunikálni az Istennel, is tudják építeni a belső emberüket, és ennek köszönhetően, ahogy Pálapostól mondja, hogy bár a külső ember lehet, hogy napról napra meggyengül, persze ebben ne higgyél, mert Pálapostól azért utalt erre, hogy állandó utazott, állandó veszélybe volt, de ennek ellenére azt mondja Pálapostól, hogy a belső ember a napról napra megújult. Tehát ebbe higgyél, hogy a belső embered állandóan képes megújulni. Miért? Mert a szellemed a Szentlélekkel együtt él, egységben él, különösen, hogyha foggal, körömmel, teljes erővel, energiával ragaszkodsz Istenek az igényéhez, akkor a Szentlélekkel együtt vagy, és a Szent Szellem az, amely életre kelt. Az egyik fő feladata az Isten szellemének, az életnek az átadása. És az embernek ez a legnagyobb szüksége. Mindig akár akármilyen kérésünk van Istenhez, minden kérés mögött az szerepelt, hogy Isten több életet szeretnék. Ha gyógyulást akarsz, akkor mi, persze azt kéred Istentől, hogy Uram gyógyítsál meg a rákbetegségből, gyógyítsál meg engemet a cukorbetegségből, a magas vérnyomásból, vagy a, a, a szívbetegségből, vagy a reumából, vagy izületi gyulladásból. De valójában mi van a kérdés mögött, hogy Istenem, adj több életet. Adj több életet a testemnek. Mert a több életet adsz, a betegség eltűnik belőle és egészséges leszek. Az élet a gyógyító. Az élet tartalmaz a gyógyító erőt.